Mindenkivel előfordul, hogy néha teli van a... Hát ilyenkor legszívesebben csak mennénk valamerre, és néznénk ki a fejünkből. Mint például ő. Vagy ő. Vagy éppen ő. De azzal ugye, hogyha elkezdünk száguldozni a főutakon, mint ahogy ő tette. Annak azért megvannak hátrányai. Ezért én Stanről veszek példát. Úgyhogy most fogom magam, és kipróbálok egy autószimulátort. Mostantól pedig a bónuszbrigád felelős diszjokéjája szó, Patrick The Racket Man. Kultúrált szórakozást kívánok. Üdv mindenkinek az étterbe. Hú, micsoda időjárás van, és senki nem ússza meg szárazon. Közben valaki írja meg, hogy ki az a srác, aki az elején arról beszélt, hogy ki van a töke. Mert ő a mai nyertesünk. És ő próbálhatja ki a giga szuper csúcs szuper szimulátorunkat. És ide most nem kellenek biztonsági övök, nincsenek trafipaxok, de nekem azért lecsengethetnétek egy kis bírságot. Közben jöjjön egy kis zene a napfényes Miami-ból. 900 YouTube megtekintés nem hazudik. Ibiza már szerződhetheti az új rezidensét. Kicsit pörögjünk fel és jöjjön egy kísérleti Ryan Adams. Adams karrierje elég esetleges, mióta szétment Mandy Moore-ral, de Mandynek is megvan a maga baja, mert a cicájai jelente sírni szokott. Végül egy macska pszichológus ijedett a színésznő segítségére és kiderült, hogy a macska utálja a nevét, ezért sír. Így hát a cica új nevet kapott és azóta sírás helyett énekelni szokott, szóval jöjjön a rock! Közben újra itt a The Racket Man! Hé, haver, ez nem a GTA. A srác nevét nem írta meg senki, úgyhogy nevezzük el John Doe-nak. Viszont írta valaki, hogy nem informatív a műsor. Hát öcsém, hát van. De azért elmondom, 20-30 autótípus lehet egyszerre kipróbálni. Akár 10-en is versenyezhetnek egymás ellen egyszerre. Gyerekek felnőttek egyaránt. És igen, a profik is ilyennel gyakorolnak. Én most búcsúzom, de ne feledjétek, a The Racket Man szeret titeket. Adios, pupákok!